Kérünk, Istenünk, miután megáldod ezeket az ereteleket, amelyeket tőled kaptunk. Berkes Gyula áldotta meg a csomagokat és az ételeket, a nádorvárosi plébános elmesélte gyerekkori élményét is, amikor szüleivel és testvéreivel a Szanyi templomba látogattak el évről évre a húsvéti áldásért. Berkes Gyula arról is beszélt, hogy örömteli számukra, hogy ilyen sok jószándékú győri csatlakozott a kampányhoz. Természetesen adakozni mindig érdemes, és minden jó. A templomban is elvégeztük a húsvét előtti élelmiszergyűjtést. Előtte felolvastuk a püspöki karkörlevelét, és meglepő módon tényleg nem, mint egy kérdezősködve, hogy minek ez, járultak hozzá az emberek, hanem tényleg önként és szívesen hozták, hiszen a környezetükben is megtapasztalják, hogy vannak rászoruló emberek. Növekedett Magyarországon és az ön környezetében az adakozókedv? Mi tapasztalható? Úgymond egy kicsit jó időben volt meghirdetve ez a gyűjtés, hiszen a nyugdíjasok körében előtte érkezett meg a 13. havi nyugdíj, illetve kapták meg a februári nyugdíjat, és voltak olyan jó szándékú emberek, hogy ha már nekem jutott, akkor jusson másnak is, és ebből a megemelt nyugdíjból, vagy a 13. havi nyugdíjból vásáltak bár rászorulók javára. A dobozokba porciózott adományokat osztották ki a Caritas munkatársai, rengeteg finomság lapult a csomagokba, köztük a húsvét jellegzetes ételei, így például kalács, tojás és sonka is a rászorulók ünnepi asztalára kerülhet. A Győri Egyházmegyei Caritas egyházmegyei szinten rendszeresen csatlakozik a tartós élelmiszergyűjtéshez, tartós szeretet néven zajlik ez a segélyakció, és a korábbi évek tapasztalatai alapján úgy sikerült kollégákkal egy új kezdeményezést kialakítani, ami igazodva az általunk kapcsolatban lévő családokat, általunk segített családok helyzetét is kicsit jobbá tenni az ünneppel, hogy egy új élelmiszer csomaggal is segítjük még pluszban őket, ami kimondottan az ünnepi eledelről, összetételéről szól. Volt ugye előtte egy gyűjtés, egy nagyon komoly gyűjtés, ebben hogyan lehetett és kik vettek részt a megyében? Ugye ez a Magyar Katolikus Püspöki Kar 13. éve meghirdeti, nehéz sorsú emberek megsegítését szolgálja, és minden egyházmegyében csatlakozunk évről évre katolikus szolgálat révén, önkénteseink révén, és idén most nagyon szépen évről évre növekedő tendenciát mutatva 7,5 tonna tartós élelmiszert tudtunk gyűjteni. A 7,5 tonna adományokból több száz családnak lesz boldogabb a húsvétja, az élelmiszereket mindenki időben megkapja. A gyűjtésnek a lényege is, hogy a plébániákon is gyűjtjük, és hogy a plébániák lakókörnyezetében élő nehéz sorsú családok egyből is megkaphatják. Amit hozzánk juttattak be, azt további önkénteseinken keresztül szervezetformában juttatjuk el. Több család a rendezvény végén vette át csomagjait, sokan könnyekkel a szemükben köszönték meg az ünnepi ajándékot.